Így néz ki most, és a tervek szerint ilyen lesz, ha elkészül az Aliszkabau új paksi központja. A beruházás sajtótájékoztatóján Fülöp István vezérigazgató azt mondta, a cég évtizedek óta jelen van a város fejlesztésében, és elérkezett az idő, hogy épüljön egy alközpont is. Itt majd létrejön egy olyan kis központ, ami tulajdonképpen az egész város, illetve az egész térség építőiparára egy kis hatással lesz. Most sikerült egy GINOP-os pályázat révén ehhez állami forráshoz is jutni, és ennek részeként kezdtük ezt az ingatlant felépíteni, ami durván egy 1000 négyzetméteres csarnok lesz. Melyben helyet kap majd egy szerelő üzem és egy olyan irodai blokk és tárgyaló, mely alkalmas lehet a jövőbeni beruházások irányításához is. A tervezett 300 milliós költségvetést már rég túlhaladták az időközben tetemesen megdrágult építési árak, mondta Fülöp István. A mostani számítások szerint 400 millió forint körüli költséggel épül majd meg az alközpont. A cég vezetése azt reméli, számos beruházásnak lehetnek a térségben a jövőben is részesei. A Paks környéki települések közmű ellátását van hivatott megvalósítani, immáron a Paks 2-höz kapcsolódóan. Aztán nyilván maga az erőmű esetleges későbbi építése során mi ebbe szeretnénk akár 10-20 éven keresztül is részt venni. A most épülő központ átadási ünnepségét október végén, november elején tervezi az építőipari cég.